Sziasztok! Egy zuhanyzóba állunk, ahol elkövetkezett a vízszigetelési munkafázis. Felületek előtte ki lettek dolgozva, és most vízszigetelnünk kell. Sokan felteszik azt a kérdést, hogy melyik vízszigetelőt érdemes használni, az egy komponensűt, a két komponensűt, hány szögletejük meg egyszer vagy kétszer. Nem mondanám, hogy bármelyik rossz verzió lenne, de mi megmutatjuk azt, hogy hogyan csináljuk. Hogy kiküszöböljük azt a hibát, hogy nem megfelelő a vízszigetelés rétegvastagsága, egy szigetelő lemezt használunk a vízszigetelés elvégzésére. Ez a vízszigetelő tekercsbe lehet kapni. 1 méter széles, 30 méter hosszú. És ezt a lemezt rögzítjük ragasztóval a felülethez, és ez biztosítja a vízszigetelést. Ha akarjuk, ebből a lemezből vághatunk vékonyabb gurigát is, a negatív sarkokat, ha valakinek úgy kényelmesebb megerősíteni, előre beragasztani a negatív sarkokat, és azután rálógatni a lemezt. Arra mindenképp figyeljünk, hogy a ragasztó, amivel ragasztjuk, az egy apró fogasgletvassal legyen fölhordva, mert ha túl vastag a fogasgletvas, akkor a síkot elronthatjuk a lemez alatt, és akkor a burkolás kényelmetlenebb. Jó az, hogyha szétterül a ragasztó, rögzíti a lemezt, de ne legyen túlzottan vastag a ragasztó. Fölhordjuk a ragasztót, és egy sima gletvassal belepréseljük, hogy a levegő kiszúruljon alóla. A vízterhelt felületek meg vannak ragasztva ezzel a lemezzel. Használhatjuk máshol a Protect vízszigetelőt, amit simán bekeverünk vízzel. Ez egy komponensű, és azzal csak legleteljük a többi felületeket a padlón. Ha elkészült a vízszigetelés, még azért is nagyon jó ez a lemez, mert egy óra múlva ráburkolhatunk már is lapokkal, nem kell sokáig várni a vízszigetelő száradásának, ellentétben más vízszigetelőkkel, ahol a rétegek között is meg kell várni, hogy megkössön az anyag, a második réteg után is ajánlatos egy 24 óra múlva ráburkolni. Erre viszont a szigetelést követően egy óra múlva lehet burkolni. Nos,